Na hello újra mindenkinek! Ismét itt vagyunk a Justinnal, és az a helyzet, hogy miután a múltkor kiléptem, rájöttem, hogy ez a játék nem menti el az állást, úgyhogy gyakorlatilag az legelejétől eljöhettem újra idáig, hogy folytathassuk, szóval szerintem most már nem fogok kilépni, hanem ezt úgy, hogy van végtolom, max több részre fogom fölbontani majd a YouTube-ra. Hát, érdekes szobrok. Na nézzük, mit mond ez a lejátszó. On this next piece, you should be looking for some divine inspiration. Time to delve into your spiritual side. What do you see? Is the man begging for mercy, or is he being blessed? Perhaps both. Father used to say there were no right answers. Have the light guide you. A fény. Hát, szégyezzük meg, hát ha fontos lesz. Hát itt nincs fény. Akkor ez egy rossz hely, ugye? Na mindegy. Ó, tűzszerszámok. Eddig még nem is volt tűzszerszám. Sőt, olaj sem volt még. Annak viszont örülnék. Na ez meg mi? Felvéve második dia. Oha. Ja, na menjünk innen, mert romlik az elmeállapot. Még egy szép hely. Na ez... Jó, na mindegy, csukjuk be azért. Nem. Nézzük, mi van itt. Még egy tűzszerszám. Érdekes, hogy általában az amnéziában szeretik a középső fiókba berakni a tűzszerszámokat. Na és nézzük, mit mondanak. Eredmények. A vizsgálatok jól haladnak. Hosszú távon elég ígéretes alanynak tűnik. Miután Justin elindult a kezelés csúszdáján, minden nap nagyobb fejlődést tapasztalok nála. Gyorsan tanulmányozza a dolgokat, és azonnal meg is érti, ilyet még egy diáknál sem tapasztaltam. Valahogy képes a többi diák tapasztalatait csökkenteni, hogy a sajátját növelje. A kirakós bezáródik, és egyre nehezebb lesz. Ha választania kell, két dia közül nem tud választani, mintha nem értené, hogy mit kérek tőle. Két dia. És itt van még egy? Ez pedig az első dia. Hát, jó. Jézusom, mi vár itt ránk? Mikor fog előtörni valahol a hörgő láncos rohadék? Jó, ez valamiért nekem nem tetszik. Hát nézzük meg. Jó, ez se tetszik. Na mindegy, nézzük, mi van itt. Tűzszerszám. Baszott nagy rendetlenség. Mondjuk ezt már megszoktuk a Dark Descentből is. És van itt egy, még egy dia? Harmadik dia. Hány van? És minek kell nekünk a dia? Na most tovább menjünk innen, vagy... Hát, nem tetszik. Rendben, arra nem megyünk. Hú, baszki. Most nagyon befostam. Na jó, még egyszer elmegyek arra. Csak így kíváncsiságból. Húha. Igen, ott egy rohadék lesz. De szerencsére nem tud átjönni. Fú, basszus. Na, várjunk csak. Ó, rakjuk be a diákat sorba. Azt mondja, hogy... Várj, van még dia? Az, nézzük már körül először, mert... Ajj, ez a terem. Jövő, de még van itt egy dia. Negyedik dia. És egy feljegyzés. Justin 8 évesen. Ma találkoztam Clarisszel, és láttunk egy madarat és egy csigát, a madár zuhanó repüléssel nekiszállt egy kerítésnek. Ennek következtében még egy csiga háza is megrepett. Clarisz sírni kezdett, és én megvigasztaltam. Egy másik lány jelent meg, aki gúnyolni kezdte Clariszt, és ekkora madár is elszállt. Szerencsére Clarisz is jobban lett. Ez fantasztikus. Ma boldogan tértem haza. Justin 9 évesen. Ma megvigasztaltam egy ismeretlen diáklányt. Apám szavaival élve, az ember mindig a jobb oldalon álljon. Apa ekkor büszke volt rám, és boldogan tértem haza. Justin 10 évesen. Apám megtudta, hogy olyan rossz voltam, hogy a szobalány is sírva fakadt. Ekkor apám először szégyenkezett miattam, mert a bal oldalra álltam. Ez a napom nem volt valami jó. Justin 11 évesen. Apa ma benézett a szobámba, és meglátott, miközben szomorkodtam. Tudta, hogy az anyám elvesztése járt az eszemben. Több óra vigasztalás után telt nála is a pohár, is újra leszídott. Ma voltam a legrosszabb állapotban. Szerintem mi vagyunk, Justin, ez most úgy nekem elég valószínűnek tűnik, és... Ki van ott? Ú, itt egy kereszt, már tudjuk, ezt nem szabad meghúzni. Mi az, hogy azt mondja, you will burn for this, erre ez a fordítás, hogy hadd égjen. Ez egy kicsit félre lett.
csinálva, na mindegy, akkor tegyük be sorba, azt mondja, hogy első dia. Jó. Második dia. Oké. Eddig fura. Harmadik dia. Igen, jó, negyedik. Ah. De... Most... Mondja, nekünk két diát kéne beraknunk? De mi alapján? Nézzük meg a jegyzeteket. Azt mondja, hogy... Hű, hát nem vagyok benne biztos. Aha, két dia közül nem tudva ezt tenni, mintha nem értené, hogy mit kérek tőle. Két dia. Ha. Nem értem. Ez a keretes sablont ember csinálta. Ember által készített kerek sablon. Ember által készített ember által. Hát, jó. Berakom felül a másodikat. Tudom alulra meg az elsőt, azt nem tudom mi lesz. Oké. Megint megöltünk valakit. Hát ez fura volt. Fogalma nem volt mit kellett belerakni, de valami fényről beszélt az a... lejátszó, de... igazából nem tudtam erre rájönni, hogy most mit ért fény alatt. Hát, oké, minden esetre menjünk tovább. Valamerre. Ajaj. Jó. Ezek szerint nem arra kell tovább menni. És... akkor viszont... most mi van? Várjunk csak, ez itt az előbb nem volt kinyitva. Szuper. Viszont most a második embert töltük meg. Tök jó. I wonder. Is Father David with his god now? Maybe you helped him there. Don't you worry. I'm sure he didn't have a family. He probably wasn't even all that well liked. With the current political climate, I'm surprised someone hasn't killed him already. We can't all be saved. Some don't even want to be saved. Yes, that is a comforting thought. Saves us from trying. Hát jó. Ez mindesetre fura volt. Mi van itt? Ójjajjaj, de ronda hely. Be akarok én ide menni? Túl világos van. Lámpám nincs. Jó. Menjünk. Oppá, most már nincs lámpa. Húha! Rohadék! Baszki! Jön a rohadék! Miért nem visszafelé futottam? Hát ez itt van valahol. I will find him. De hát én csaj vagyok. Baszki! Jaj, de itt állt meg mellettem! Basz meg! Hát én mindjárt beszarok! Merre megy? Elosonok. Googleásba szép lassan. Itt se vagyok. Úgyis erre kell tovább mennem, gondolom. És ez még itt járőrözik. Na jó, felállok. Merre menjek? Menjünk arra. Oh, oh, mi ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Mi ez? Menjünk, 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 menjünk. Jézusom. Most külön észrevett, mikor nem is látott? Vagy ez mi volt? Fú, basszus. Hát ez az... nincs az a Isten, hogy visszamenjek oda. Hát ez az... Na, még egy ilyen szar. I'm sure you have figured out how it all works by now. Are you enjoying my quips? I think they are quite clever. Not that I was ever much of a conversationalist. Poetry has always been my forte. But I digress. You should press on. It will all be over soon. Also, the police are here. Maybe they can help you. Jó van.
Erre nem vagyok kíváncsi. Jaj ne! Víz! Jaj ne! Ne! Viszont vízi rohadék elvileg nincsen a Justinban, ha minden igaz. Hát minden esetre... Na jó. Akkor nézzük, mi van itt. Ez zárva. Annál kevesebb probléma. Nézzük itt. Ott egy kar. Na, nem, valamiért nem akarom fölvenni. Jó, akkor viszont fölveszem, mert nincs más hátra. Az ott jó lenne menekülő útvonalnak, hogyha esetleg jönne valami. Felvéve kar. Na. Nézzük. Á, hogy azzal megyünk tovább. Jó. Csak vízi rohadékot nehogy magunkra szabadítsunk. Le, vagy föl. Le. Vajon észrevett? Mindegy. Ez a gép valamikor működhetett és már nem megy. Az nem jó. Hú, baszki, akkor most el kell bújnom, vagy mi lesz? Ki kell nyitnom azt az ajtót. Szóval a szörnyet szerintem bezártam a mögöttem lévő szobában. Ez meg mi? Jó, ezt vigyük magunkkal, szerintem ez kelleni fog a géphez. Ajaj! Ne szopas! Ez betöri az ajtót! Bazd meg! Hát ez nagyon nem lesz így jó. Ez így nagyon... Nagyon nem. Jó? Jó? Gyorsan, csukjuk be! Takarodjunk innen, takarodjunk! Merre van a kijárat? Mi van? Most hova? Jajaj, bejött, és jön utánam, baszki, futás, Jézusom, ez széttör mindent, és ott volt egy ember közben, kripta. Jézusom, azt hiszem a Dark Descentben nem is voltam ennyire egyszer se. Na jó, egyszer futottunk az erős rohadék elől ott is, de ez... Tjuhú! Hú, most le kell nyugodnom. Ott volt egy harmadik ember, azt se sikerült megmenteni, de valahogy nem is érdekel most valahogy. Valahogy. Inspector Moreau, are you still with us? I'm looking forward to see if you managed to save him or not. I know very little about him, but surely he had a family, don't you think? Poor fatherless children. But he falls on his own sword. His kind is not meant to come for people like me. Laws are made for cretins. The aristocracy doesn't need to know right from wrong. We are always right.